Ő Szilveszter, a Budakeszi Vadaspark felvételünk idején éppen szelíd vadmacskája. 2020. szeptemberében ő is egyik főszereplője volt annak a majd 300 főt megmozgató támogatói futóversenynek, amelynek az volt a célja, hogy forrást gyűjtsenek a Honi Vadmacska programhoz. A Budakeszi Vadaspark munkatársai most a mosómedvék számára gyűjtenek. Egy sokkal kézzelfoghatóbb a látogatók számára is, egy sokkal kézzelfoghatóbb dologra gyűjtünk, egy kifutóra, egy teljesen új és sokkal korszerűbb kifutóra a mosómedvéknek, ami a hollok és az aranysakállal szemben lévő és a rókák melletti területre fog kiterjedni. Kétszer akkora lesz, mint a jelenlegi mosómedve kifutó, sokkal modernebb, nem teljesen rácsos, nem teljesen fedett, hanem csak egy kis villanypásztor fogja a látogatóktól elválasztani az állatokat, ezért olyan lesz, mintha majdnem testközelből találkozhatnának ezekkel az állatokkal. A végcél 4 millió forint lenne, amiből a teljes kifutót meg tudnánk csinálni a hozzávaló felszerelésekkel együtt, egy belső házikóval, medencével, mászokákkal, környezetgazdagítási elemekkel, és most közel 8000 forintnál tartunk. Noha nem őshonos állatfajról van szó, a Budakeszi Vadaspark lakói közül az egyik legkedveltebb a mosómedve. Ezért is bíznak abban a Vadaspark munkatársai, hogy a látogatók viszonylag rövid időn belül összeadják az új kifutóhoz szükséges összeget. Már több éve nálunk lakik Salamon, a nagyjából 10-11 éves mosómedve, az ilyen középkorú kategóriába tartozik, és nemrég érkezett hozzánk Gordon, a fiatalnak ítélt mosómedve a természetből. Nálunk Magyarországon a mosómedvék nem őshonos állatok, hanem betelepült, inváziós fajnak számítanak. Éppen ezért, hogyha bárki találkozik mosómedvékkel, akkor be kell fogni ezeket az állatokat, a hatóság befogja, és olyan állatkertekbe szállítják, akik tudnak vele ezekkel az állatokkal foglalkozni, és be tudják fogadni. Gordon is így került hozzánk. És az a terv, hogy összeszoktatjuk Salamonnal, már összeszagoltak rácson keresztül, már ismerkednek, nem volt probléma belőle, úgy tűnik, hogy jól ki fognak jönni egymással. Fokozatosan megkezdtük az összeszoktatásukat, megkapott Gordon mindenféle orvosi ellátást, és elkezdtük hozzászoktatni őt is a külső kifutóhoz. A mosómedvék mostani lakhelyén tehát minden zajlik a korábban megszokott módon, ám az új, remélhetően hamarosan megépülő kifutó sok lehetőséget tartogat az állatok és a kedvelőik számára is. Ugyanúgy lesznek programok, mint ahogy most is vannak a látványetetések a mosómedvékkel. Ott egy sokkal nagyobb területen, sokkal több környezetgazdagítási elemmel, mászó lehetőséggel lesz felruházva az a kifutó. Ezért sokkal több olyan természetes dolgot tud majd a gondozó bemutatni a mosómedvékkel a látványetetéseken, például hogyan keresgél a vízben, honnan kapta a mosómedve nevet, hogyan mászik fára, lesz egy saját medencéjük is, a fákra is akár felmászhatnak, lesz felmászásgátló, nagyon magasra azért nem ásszanak fel a lombkoronába, de hogy próbáljuk majd letükrözni a természetes élőhelyüket és a természetes viselkedésük, hogy előjöhessen a kifutóban. A Vadaspark munkatársai azt tervezik, hogy ha a járványügyi helyzet is engedi, akkor szeptemberben egy a tavalyi vadmacska programot támogató futóversenyhez hasonlót szerveznek, és a teljes bevételt a mosómedve kifutóra költik.